Ez volt az első olyan alkotás, amit 3D-ben készítettünk el, úgyhogy elég sok gondot okozott az, hogy a különböző rétegeket hogy tudjuk majd egymás elé rakni. Hány óra volt ennek az elkészítése? Összesen 70 órát vett igénybe az elkészítés, és 13 ezer kockát használtunk fel. A Teker nevű csoportunk 2014-ben alakult meg. Először nem is úgy indultunk, mint egy csoport, hanem egy 24 órás legóépítés projektünk volt. Ebben 4 diák segített nekem, és amikor ennek a programnak vége lett, akkor ők mondták, hogy szeretnék ezt az egészet folytatni. Az egész munka nálam kezdődik, én megkapok egy képet, aztán a tanárról eldöntjük, hogy milyen stílusba készüljön el az egész. Kiválasztom a színeket, hogy elsőnek például megrajzolom a kontúrt, utána felrakom a színeket, amiket kiválasztottam, és akkor elkezdem színezni. Vannak olyan diákok a csapatunkban, akik hátrányos helyzetűek, valakinek tanulási nehézsége van, családi gondjaik vannak, és igazából az a cél, hogy őket is bent tudjuk tartani az iskolába, illetve ezt elvégezzék. Az én feladatom az a csoportban, hogy amit Edemtől megkapok tervek, amiket ő megrajzol, azokat én kockákkal alakítsam át, és tervet csináljunk belőle. Beleillesztem ebbe a programba, amik egy random kockaszámból, amit ugye beállítunk, amennyi kockát akarunk építeni egy képbe. Ráhúzunk, ugye például mozaiképítésnél egy rácsot, felrácsozzuk a diákoknak, az, hogy meglegyen egy kis 6x8-os kis plétjük, mert utána azt már csak kiváljuk és odaadjuk a diákoknak. Eredetileg a logónk az egy nagyon egyszerű betűtípussal készült, sötétkék színnel, mert hogy az iskolánknak sötétkék a színe. Tavaly viszont egy teljesen új logót kaptunk. Alex Trocsut, barcelonai művész készítette ezt a betűtípust. Ő New Yorkban él, és az AC/DC-nek, a Rolling Stones-nak, Katy Perry-nek is készített már albumborítókat. Engedélyt kértünk arra, hogy felhasználjuk a logónkra, és miután ezt megkaptuk, azután építettük meg ugye ezt a 7 darabból álló logót. Michelle Obama mosolyog ránk, szó szerint. Hogyan készült ez a kép? Az amerikai nagykövetség által szervezett programunkban készült, ő a legutóbbi alkotásunk. 4 óra alatt készült el a kép, és 36 ezer kockából áll. Ezeket úgy készítettétek, hogy a NASA-tól kaptatok mindenféle információt és segítséget. Szerettük volna megépíteni Buzz Aldrinnak a lábnyomát, mivel egy-egybe szerettük volna ugye méretarányosan megépíteni, ezért a NASA-tól kértünk hozzá adatokat. Náluk sajnos nem volt meg az eredeti űrcipő, ezért azt ajánlották, hogy vegyük fel a Smithsonian Múzeummal a kapcsolatot. Ők felvették a kapcsolatot az űrruha gyártójával, az ILC Dowerrel, akik előbányázták az eredeti bakancsot, és centit raktak rá különböző szöget. Hogy pontosan meg tudjuk építeni ezt a lábnyomot. Mi ebben a csoportban a legjobb? Miért szeretsz ide járni? Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, de bárki bármikor visszajöhet. Én azt imádom a legózásban, amikor szét kell válogatni a színeket. Én azt nem szeretem. Nem szereted? Nem. Ez a legjobb része. Nem kerestek olyan embert, aki színválogató? Mert legtöbbször én szoktam válogatni, és eléggé sziszifusz is. Pont te vagy a színválogató? Igen. Hát én átveszem tőled ezt a feladatot, nagyon szívesen. Rendben. Ami miatt szerintem sikeres ez az egész dolog az, hogy egyrészt maguk azok a diákok, akik benne vannak, szerintem egy valamilyen szerencsés, véletlen folytán ilyen nagyon-nagyon jó csapat jött össze. Ezen kívül nyilván a közös munka során, ahogy együtt dolgozunk, nagyon sok időt töltünk együtt, és emiatt ugye, hogy megismerjük egymást, közös a célunk az, hogy valami alkotást létrehozzunk, és ezek a dolgok így szépen ahhoz vezettek, hogy egy nagyon erős csapat kovácsolódott össze.